161 ezer forint bruttóban. Ennyit keresett január 1-e óta az, aki minimálbérért dolgozik. Ez 8%-os emelés a tavalyi 149 ezer forinthoz képest. Nettóban ez havonta 107 ezer forintot jelent. A szakmunkás minimálbér is 8%-kal emelkedett. Annak mostantól 210.600 forint a bruttója, vagyis 240 ezer forintot kapnak az ennyiért dolgozók Magyarországon. Ezeken felül a munkáltatóknak viszont még további közterhet is meg kell fizetniük az állam felé, mondja a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei szóvivője. A bruttó munkabérek után 17,5% szociális hozzájárulási adót és 1,5% szakképzési hozzájárulást kell fizetniük. Vagyis a minimálbér esetén a bruttó béren felül még 30.500, míg a garantált bérminimum vagy más néven szakmunkás minimálbér esetén még 40.000 forintot kell a vállalkozásoknak befizetniük az államkasszába. Vagyis egy minimálbéres munkavállaló havi foglalkoztatása 191, míg egy szakmunkás minimálbéres munkavállalói 256.000 forintba kerül havonta egy cégnek. Fontos megemlíteni, hogy július 1-től majd egy új egységes társadalombiztosítási járulék lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy az eddigiek helyett egyetlen járulékot kell majd a munkavállalók után fizetni. Ennek a mértéke 18,5% lesz, de ez tulajdonképpen megegyezik a jelenleg hatályos járulékok összegével. Magyarországon egyébként már nem csak Nyugat-Európához képest marad el jócskán a minimálbér összege. Lengyelországban például január óta már 198 ezer forintnyi zloty a minimálbér összege, Szlovákiában nagyjából 191 ezer, Romániában pedig 156 ezer forintot vihetnek haza a minimálbérért dolgozók.